Sziasztok, jó reggelt kívánok! Remélem, hogy nem fog annyira hasonlítani a tegnapi vlog a maihoz, de megint csak úgy indul a reggel, hogy el fogunk menni a H&M showroomba, ugyanis az irodába érkezett egy Valentino csomagom, amit nyilván fotóznom kell, és a Valentino csomagnak és a kampánynak így a színei most télen a sárga, a citromsárga és a fekete, és emiatt szeretnék a H&M showroomba nézni egy olyan ruhát, amit kölcsön kérhetek egy fotózásra, amit nem ma fogok megvalósítani, mert ez egy exkluzívabb projekt lesz szerintem. Úgyhogy reményeim szerint, és vissza is viszek egy kabátot, és reményeim szerint lesz ilyen citromsárgás fekete ruha, mert mindig van valami extravagáns színekből álló kollekció, úgyhogy szorítsatok, hogy találjak. Hát a reggelem az annyival indult egyébként, hogy levittem Strissit sétálni, és befizettem az adómat. Igen, ilyen kisebb fincsiségek. Most ezen túl vagyunk, öltözünk fel, és gyorsan megmutatom nektek az új pizsamámat, vagy nem is pizsama, mert amúgy ezt otthonra is, vagy kintre is hordanám, nem csak itthonra. Megmutatom. Szóval tegnap a H&M-ből vettem egyébként. Baromi finom anyagú télies pizsamának hat, viszont nem csak télies pizsamának fogom használni, hanem tavasztól is fel fogom menni szerintem utcára. Csüsszike az új ruháimat élvezi éppen, így szundítasz, így szundítasz. Megmutatom gyorsan egyébként, miket vettem, ez pont nem az. Itt egy ilyen jó kis pulcsit választottam, ami hát garbó, ez nem olyan nagy számok, ez egy ilyen kis top, ami ugyanolyan, ami most rajtam van egyébként, csak ilyen fehér és még bolyhosabb talán. Szoknyát, ami így a földig ér, szóval ez is nagyon szép. Farmeringet, szóval azért hoztam el új dolgokat. Te vagy! Na, ezzel meg is volnánk. Most itt vagyunk pont a H&M-nél, és elhoztam ezt a eléggé vadóc ruhát, ami igazából pöttyös és citromsárga, és pont olyan színe van, mint a Valentinos parfümnek, szóval szép lesz, és tűzi is el, amit. Imádkozunk, hogy valamit találunk, ami a csongornak jó lesz. Na, még jó, hogy benéztem az irodába, ugyanis rengeteg cuccom érkezett, úgyhogy ezeket majd otthon megnézzük, Visitől, Biodermától, Valentinótól, úgyhogy, ja, van itt csomag bőven. Hello! Stüssi, mit csinálsz? Oké, hát nem olyan rég értem haza, és hála Istennek ma nagyon sok mindent letudtam. Mint láthatjátok, az irodában volt pár csomagom, és ja, úgy jöttem haza, mint egy ilyen szamár, aki minden cipel. Nagyon örülök, hogy mindjárt az én pakomra is rátérünk, de csongorpakjára is rá szeretnék térni, ugyanis egy nagy megkönnyebbülés van most bennem, hogy letudtam az ő szülinapi ajándékát. Képzeljétek el, hogy egy darab fekete 44-es Nike Dunk volt a boltban, és nem is hittem el, hogy ilyen nagy szerencsém van, mert általában pont nincs a méretére, vagy nem tudom. Úgyhogy egy nagyon egyszerű, a legegyszerűbb Nike Dunkot vettem neki, ezt a rövidített fekete-fehéret, és remélem, hogy nagyon örülni fog egyébként. Nála róla azt kell tudni, hogy így sosincs egy ilyen különösebb kérése vagy kívánsága. Általában nézegetem, hogy miket néz a neten, illetve azért szóvá tette, hogy ilyen tök jó lenne, csak így nem nagyon akar ennyi pénzt áldozni érte, és illetve egy jó cipővel nem lehet nála mellényolni, mert rengeteg cipő jön, sokkal több cipője van, mint nekem. Imádja a cipőket, régen vettem új cipőt viszonylag, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez egy szuper ajándék lesz neki. Úgyhogy ez végre kipipálhatom, és el is rejtem az ágyunk alá, ugyanis ott nem nagyon szokott körülnézni. Úgyhogy ezt most rakom is el az ágy alá, mert mindjárt hazaérkezik, és nem akarom, hogy ez itt erről legyen. Már itt vagyunk, és mindent ilyen szépen ide raktam, akkor úgy érzem, hogy
szóval nem kell pár szót azelőtt, hogy mindent végigmutogatnék, ugyanis én ezekért az ajándékokért nagyon hálás vagyok, hogy kapom őket, és sokszor a mai napig nem hiszem el, hogy ennyi kedvességet kapok a cégektől, nem is, hogy tudják név szerint néha, hogy ki vagyok, és direkt nekem küldik, szóval nekem ezek nagyon-nagyon megtisztelő dolgok, és örökké hálás leszek. Én, mivel magamból indulok ki, én szeretem az ilyenfajta videókat megnézni, hogy szépen eszik, szóval én nagyon szeretem az ilyenfajta videókat megnézni, és mindig inspirációnak találom, nem dicsekvésnek, de hogyha esetleg nem néznétek ilyen tartalmat, hogy mindent így megmutogatok, akkor teljesen megértem, hogy erről simán lehet velem beszélni. Én úgy gondolom, hogy én ezeket az ajándékokat azért is mutatom meg, mert tudom jól, hogy amúgy az emberek 99%-a oda van a Lush-ért, és oda van a Dior-ért, és ilyen dolgokért. Lehet inspirálódni akár karácsonyi ajándéknak. Illetve a nyereményjátékokba bele fogok csempészni néhány esetleg fürdőbombát, vagy tusfürdőt, vagy bármi, ami itt van, szóval lehet ötletelni, hogy mit fogok ebből nektek is ajándékozni. Ként meg talán meghoz egy kicsit a karácsonyibb hangulatot ide a csatornára, mert eddig a valljuk be nem volt egy fikarszi karácsonyi hangulat sem. Közben a kamerát kicsit feljebb húztam. Nagyon próbáltam ilyen esztétikus lenni, de egyszerűen nem jön össze, a másik kamerán elromlott, nem tudom mi van vele, úgyhogy most ezzel próbálkozok valamit csinálni. Úgyhogy remélem benne van most a fejem. Na, kezdeném egy évlezárós Answer ajándékkal, amit kb. Most kaptam egy órája, csöngetett a futár. Nézzük meg, mi van benne. Egy nagyon cuki kis mini pezsgőt kaptam, ezt mindjárt be is hűtöm, mert szerintem a vacsi után tökéletesen esni. Egy ilyen kis fatartót kaptam, mint láthatjátok, és ez egy gyertya, ami benne van. Gyönyörű csomagolásban egyébként, ilyen tropikusi csomagolás, de egyáltalán nem tropikusi az illata, hogy jól látom. Úristen, a minden itt. Wow, golden apple ennek a gyertyának az illata. Úristen, ez még finomabb, ez spicy pumpkin. Oké, azt hiszem, most pont a Harry Potter megy egyébként a háttérbe, csak lealakítottam kicsit, de így tökéletesen meg fogja ez adni a hangulatot és a varázsát az egésznek. Úristen, nem tudom melyik a legfinomabb, ez meg vanília és fahéj, egy jó ég, ha átadhatnám most ennek az illatát. Azt hiszem, hogy két részre fogom egyébként osztani ezt a ajándékozós, bontogatós dolgot. Ha már nagyon késő van, és még meg kell vágnom a videót, szóval másik videót, szóval lehet, hogy ezt egy ketté bontom, amúgy is okosabb ötlet szerintem, mert van a Harry Potter, hogy a háttérben is haladszódik mindegy. Remélem hallotok, szóval a stüsszi! Mert így legalább maradt holnapra is élmény meg tartalom, ez kicsit olyan, mint a kalendárium, nálam ugye nem volt kalendárium, lehet, hogy ez így izgibb lesz. Kező kis csomag, eléggé meglepett a láss, ugyanis egy papamászlatónyi fürdőbombát, és nem csak fürdőbombát, de minden egyebet adott, úgyhogy most ezt gyorsan kibontom, egyébként kb. Egy napja van minden így a lakás láss fürdőbomba illatú. Na, gyorsan ide rakom azt, ami így nem mindent kirakok, és kezdem a fürdőbombákkal. Most mindegyikre nem fogom elmondani, hogy mennyire finom illata van, mert ezt úgyis csak meg kell szagolni, de hát aki már volt lásboltban, azért tudjátok, hogy nagyon finom. Ez ennek amúgy kifejezetten érdekes illata van, szerintem ebben van levendula, meg valami gyógynövény is lehet, mert amúgy így nem annyira ízlik az illata, pedig ez ritka a lássos fürdőbombáknál, hogy van ilyen, hogy nem annyira ízlik, de mindjárt beszélülök, annyira erős az illata. Természetesen ilyen kis karácsonyi kiadásokat, amik isteni finomak, szóval tök jó, mert megyünk majd Pécsre karácsony után, és ott van kád, úgyhogy fel tudom avatni a fürdőbombákat, mindig ott meg a barátnőmnél leszem a fürdőbombák hatását, mert nálam is zuhany van. Még jobban ilyen édeskés, málnásabb és rágógumisabb illatúak, szóval isteni. És hát ami nem fürdőbomba, az meg mind ebbe a kis kendőbe van. Ezt egyébként imádom a Lush-nál, hogy külön ilyen kis kendőket állnak, ami nálam egyébként hatalmas like, mert ugye a hajammal, ugye én a göndörhajammal nem nagyon tudok mit kezdeni sokszor.
és sokszor kendőzök, szóval nagyon szeretem a kendőket, hogy ez egy külön kis öröm. Hát ebben egy ilyen rózsaszín pak van, szóval így nagyon csajosra sikerült a karácsonyi csomag. Ebbe egy, hát egy Snow Fairy tusfürdő van, ami ragyog, mintha nem lenne holnap, cukorka illatú, ez a karácsonyi kollekcióban mindig benne van a lásnál a cukorka illat, és hát meg is értem, hogy miért favorit. Én az ajakradírjukat nagyon szeretem ebből, de tusfürdő még nem volt, és tényleg olyan, mintha rágógumi meg ilyen cukorka illatú lenne, úgyhogy köszönöm szépen, mert ezt mindig is ki akartam próbálni. Ebből a Snow Fairy-ből még érkezett egy testkondicionáló. Ugye hajlamos vagyok, mert tudjátok az eczémára, de amúgy is nagyon száraz a bőröm, bármit kenhetek rá, és ez meg tök jó, mert nem szárítja ki egyáltalán. És érkezett még egy ajakradír, amit nagyon szeretek megenni is, és fogmosás után még ezzel így felfrissíteni az ajkaimat. Az első termékem a Lush-tól azt hiszem egy ajakradír volt, és nagyon szerettem. Ez pedig Golden Pineapples. Ez nem tudom mi, ez szerintem ez olyan fürdőgomba, de nem értem, hogy miért van külön csomagolásba belerakva, vagy ez egy szappan talán? Hogy lehet, hogy egy szappannak is cukorka illata van? Na, és érkezett még parfüm, kézzel kevertő ki, finomíló olajok használatával. Ilyen karakteres illata, citrusos, de édes, de nem túl édes, szóval ez, hú, ez nagyon finom, és nekem egy kicsit ilyen nyárias íze van. Íze, illata. Úgyhogy, meg tök jó, imádom a kicsi kiszerelésű parfümöket egyébként, mert én az a fajta ember vagyok, aki inkább csak bedobja a táskájába és mindenhova viszi magával. Úgyhogy, ha bár megvannak a kedvenc parfümjeim már, meg nekem a virágos illat nagyon-nagyon tetszik magamon, azért ez is ott lesz. Úgyhogy köszönöm, Lush, nagyon kedvesek vagytok, hogy gondoltok rám mindig, és nem tudom, dobzódok. Nyilvánvaló, hogy a Lush-os pakból kapni fogtok ti is, és még ugye karácsony előtt kettő nyereményjátékkal jövök. Az egyiket holnap fogom megmutatni, amikor már mindent kibontottam is. Meg hát nyilván nem csak ezekből, hanem még van még a tartsonyomban néhány dolog. És a mai pakba még bele szeretném rakni ezt az iszonyatosan aranyos és édes csomagot, amit a napokban kaptam. És nem is én kaptam, hanem Stussy-ke. És hát ja, yes! Egy a Nudlism márkától egy ruhát, élet első ruhája egyébként, ugyanis azt vettük észre, hogy elkezdettem egyébként így a hidegben fázni, szóval jól is jött az, hogy kapott valamit, mert ennél melegebb anyagot, a kötött cuccokat el sem tudtam volna képzelni, ennél jobbat, és egy gyönyörű zöld címben választhattam ki, úgyhogy nagyon stílusos, nagyon meleg, és egyébként nagyon szeretem, most sajnos nincs róla felvételem, ahogy ebbe van, de majd megmutatom nektek Instán, amikor belebújtatom. És ez sajnos, nagyon sajnálom, hogy kicsi, de ez a legédesebb dolog, amit valaha láttam. Rinszarvasos sapka, hát most mondjátok meg, a fülei sajnos nem férnek bele, de ja. Ha ennyit szerettem volna nektek megmutatni, nézzem tovább a Harry Pottert. Aludjatok ki magatokat, én holnap ígérem, hogy ezzel kezdem, hogy a második felét is levideózom, de egyszerűen egy videóban nem akarom belenyomorítani az összeset, úgyhogy holnap találkozunk. Szép estét nektek!